Dr. Lukács Istvánnal beszélgetünk itt a Dunaharaszti Felnőtt Orvosi Rendelőben, ahol októbertől elérhető már a fájdalomterápia. De mielőtt még erről beszélnénk, térjünk ki arra, fejtsük ki azt, hogy mi pontosan a fájdalom, miért van rá szükségünk. Én is üdvözlök mindenkit. Ugye a fájdalomra általában negatívan tekintünk, pedig hogyha belegondolunk abba, hogy mennyire fontos a csecsemőkortól kezdve már a fejlődésünk szempontjából, tehát a fájdalom az igenis jó dolog, addig, amíg tanulunk belőle. Tehát a fájdalom érzet nélkül nem tanulnánk meg, hogy a vasalóhoz nem szabad nyúlni, hogy milyen magasról ugorhatunk le. Tehát sajnos van olyan genetikai betegség, amikor ez a fájdalom érzet is hiányzik, és ezeket a gyerekeket sajnos sérülésekben korán elveszítjük. Tehát a fejlődésünk szempontjából nagyon fontos. Ugye az, amit nem szeretünk, az a kóros fájdalom, mert az borzasztóan megkeseríti a mindennapjainkat, ugye mint egy energiavámpír, az idegrendszert túlterheli, és sok kellemetlenséget okoz a betegnek is, és hát a környezetének is, tehát ez egy nagyon összetett feladat vagy probléma. Ön leginkább mozgásszervi fájdalmak gyógyításával foglalkozik. Hogyan talált rá erre a területre? Oké, ez egy hosszú út volt, de tehát azt gondolom, tehát ha körbenézünk, nincs olyan család, ahol ne lenne ez egy napi probléma, és tanulmányaim során teljesen más szemszögből kezdtem el a fájdalmat nézni, és rájöttem arra, hogy gyógyszermentesen is milyen sok embernek lehet segíteni, mert azt gondolom, az nem megoldás, hogy valaki évtizedeken át napi szinten gyógyszereli magát, mert nem a problémát oldjuk meg, tehát egy tüneti terápiát kap, annak mindenféle veszélyével, mellékhatásával. Én azt szeretném elérni, hogy az okát szüntessük meg a fájdalomnak, mert akkor egy hosszú távú életminőségi javulást tudunk elérni. És miként választotta ezt a szakterületet? Vagy inkább ő választott engem? Ugye ilyen képzés nincs, tehát nagyon sok irányból, vagy sok irányba kezdtem a tanulmányaimat. Én ugye végeztem a Pécsi Tudományi Egyetemen hagyományos kínai orvoslást, aztán a Pécsi Tudományi Egyetem neurálterápiát, ami egy szintén fájdalommal foglalkozó szakirány. Ott főként egy prokain nevű helyi érzéstelenítővel dolgozunk, tehát ott az a röviden összefoglalva a lényeg, hogyha a szöveteink felől megy egy rossz bemeneti jel, akkor az idegrendszer, a központi idegrendszer egy rossz választ fog adni, és hogyha helyileg, a helyi érzéstelenítővel ezt kvázi láthatatlanná tesszük, eltüntetjük az agy számára ezt a rossz bemeneti jelet, akkor lesz ideje rájönni, hogy oppá, erre nem is így kéne reagálni. Tehát a neurálterápia is egy nagyon izgalmas és hatékony megoldási módszer. Aztán a Miskolci Egyetemen ajurvéda, tehát az ősi indiai gyógymódot tanultam, és időközben sok nem egyetemi képzésen is részt vettem, ami meg főleg mozgásszervi témájú. És közben ugye megtanultam, hogy az izomeltérések, az izomtónus eltérés az mennyi bajt tud okozni, tehát belszervi és mozgásszervi problémákat is, és egyszerűen ezen lehet változtatni az izomtónus elhangolódáson, és tulajdonképp így kerültem ide, és hogyha valaki kérdezi, hogy mivel foglalkozom, akkor azért szoktam azt mondani, hogy ha valakinek valamilyen fáj, akkor már érdemes felkeresni, majd én eldöntöm, hogy mitől fáj, és akkor lehet, hogy nem én oldom meg a problémáját, de legalább irányítom valamilyen irányba. És akkor térjünk is át a beszélgetésünk fő témájára, a fájdalomterápiára. A kifejezés egy kicsit elsőre talán furcsának hangozhat. Mi is a lényege? A
Ezt a betegeimnek is így szoktam mutatni, hogy tehát ha bármilyen látszövet megfeszül, akkor egy idő után jön a fájdalom. De hogyha ezen tudunk változtatni, tehát normalizálni tudjuk a szöveteinknek a tónusát, akkor megszűnik a fájdalom oka. Ugye érdekes módon, amikor orvoshoz megyünk, akkor azt mondjuk, hogy fáj a csuklóm, fáj a könyököm, a vállam, tehát valamilyen ízületet jelenít meg az agyunk, de hogyha ezt élettanilag szemléljük, akkor sem a csontban, sem a porcban nincs fájdalomérző receptor. Tehát úgymond a csuklóm nem tud fájni, de mégis, akkor miért mondom ezt, miért ez a képzetem? Azért, mert amit fájdalomként érzékelünk, az a csonthártyának a túlterhelése. Tehát az izomzatunk az ízület közelében a csonthártyához tapad, és ha megváltozik az izomtónus, megrövidül az izom, akkor létrejön egy túlterhelés a csonthártyán, és ezért fogom azt érezni, hogy ha megmozdítom az adott ízületet, akkor közelében, csak hát nem benne, közelében létrejön egy fájdalom, ezért az agyam azt mondja, hogy hát nem mozgassam inkább, mert azzal járok a legjobban. De ilyen a fejfájás is, hogy az agy szövetben sincs fájdalomérző receptor. Ezért, hogyha valakinek van krónikus fejfájása, akkor nagyon helyesen megnézik a koponyán belül, hogy van-e valamilyen eltérés. De ha kizárták, hogy nincs tumoros folyamat a háttérben, mert ugye a tumor, csak már azt mondtam, az agyszövetben nincs fájdalomérző receptor, de hogy növekszik a tumor, és az agyhártyákat elkezdi feszíteni, na az már fájdalmat fog létrehozni, de ilyenkor, hogyha jól kikérdezzük a beteget, azért elmondja, hogy neki hétről hétre fokozódik ez a fájdalom, tehát ahogy a térfoglalás halad előre. Viszont amikor ezt már kizártuk, akkor ugye maradnak a nyakizmok, mint kiváltó tényező. Tehát ilyenkor nekem mindig az első kérdésem a fejfájásokhoz, hogy tud-e valamilyen traumáról. Mert hogyha ismert, de általában nem mindig, tehát hogyha valakinek kisgyerekkorban, tehát nem emlékszik már a traumára, de amióta eszét tudja, fejfájása van, tehát ilyenkor feltételezek a háttérben egy traumát, valamilyen nyaki rándulást, és az azért a tapintatra, tehát az izom tapintásra lehet is érezni, hogy a nyakvállöv borzasztóan megrövidült, nyomásérzékeny, feszes, és hogyha ezt ellazítjuk, helyreállítjuk az izomtónust, de azt is szoktam mondani, hogy gyári beállításba visszaállítjuk, akkor megszűnik a fájdalom oka. Több módszert és eszközt is alkalmaz a kezelés során. Hogyan zajlik egy ilyen terápia? Ugye hát az első és legfontosabb a kikérdezés, hogy mióta vannak a tünetek, mire javul, mire romlik. Ugye az is fontos információ, hogy kora reggel, tehát ébredéskor a legrosszabb, vagy estére, tehát kvázi egy fáradásos tünet, mert ugye válasszuk szét, hogy ha valakinek reggel ébredéskor, akkor inkább egy gyulladásos korképet keresek. Hogyha azt mondja, hogy hát idővel elfárad az izomzat, és szükség van, hogy lepihenjen, akkor egy izom gyengeséget, tehát akkor gyógytorna irányába kezdünk el gondolkodni. Ugye azt mondtuk, hogy az izomtónust kell nekünk változtatni. A technika, amivel elsősorban dolgozom, az a száraz tűs technikának nevezik, tehát itt akupunktúrás tűvel izomingerlést végzek. Én nem hagyom benne a tűt, hanem szúrok, és utána eltávolítom a tűt. Lényegileg a szúrásnak azt szeretném elérni, hogy ugyanazt a reflexválaszt indítsam el, mint a reflex kalapáccsal, amikor ütögetünk. Tehát az a legjobb szúrás, amikor van egy pici kis izomválasz.
hogy szokták mondani, hogy na, ezt a szúrást nem éreztem, és akkor a beteg annak örül, hogy nem érezte a szúrást, tulajdonképpen az volt az értelmetlen szúrás, de hát ez egy picit olyan, mint melyik az a játék, amikor köröket meg x-eket... Nem, a torpedó, bocsánat. Tehát mint a torpedózás, hogy sejtem, hogy valahol ott kell keresgélni, de nem mindig találja el az ember, de annak a szúrásnak van értelme, amikor kapunk egy izomválaszt, akkor biztos, hogy az idegrendszer tudomást vett arról, hogy szeretnék változtatni az izomtónuson. Tehát ez az egyik technika. Használok safe lézert, ami hogy a lézerfényt azt azért szoktam a napfényhez hasonlítani, mert ugye a napfény képes a növényi klorofilt gerjeszteni. A lézerfény, mint nagy energiájú fény, a sejtjeinknek az energiatermelésért felelős mitokondriumraira hat, tehát ott egy fehérje gerjesztése segíti, hogy a régóta rossz keringéssel küzdő sejtek újra tudjanak energiát termelni, mert ugye azt mondtuk, hogy ha befeszül az izom, akkor egy az, hogy az ízületeket feszíti, de a másik, hogy elszorítja a keringést, tehát egy keringés problémát is létrehoz, és ugye azt kell még tudni, hogy ahhoz is kell a szöveteknek energia, hogy meg tudjon rövidülni, de ha elfogy az energia, akkor nem tud ellazulni. Tehát szükség van energiát adni a sejteknek, és ugye a lézerfény ezért segítség. Ugye a tűvel inkább az idegrendszerre tudok hatni, a lézerrel sejtszinten az energiatermelést lehet segíteni, helyreállítani. Tehát ez is egy fontos eszköz a fegyvertárban. Én nagyon szeretem a kineziológiai tapaszt, mert ugye ez is egy gyógyszermentes technika, de az, aki már megtapasztalta, az tudja, hogy ha helyesen van feltéve, akkor nagyon komoly fájdalomcsillapítást lehet vele elérni. Én kifejezetten azért szeretem, mert megfelelő kézben a tapaszt az már tényleg egy művészet, mert annyi féleképpen lehet felhelyezni a különböző technikáknak megfelelően, tehát ha akarom, akkor izomlazításra használom, ha akarom, akkor nyirok keringés fokozásra, ha akarom, akkor ízület stabilizálásra, tehát egy nagyon izgalmas, jó terápiás lehetőséget ad. Aztán ezen kívül vannak az injekciós technikák, tehát a mozgásszervrendszer szempontjából is, és az esztétika szempontjából is, hogy a kollagén fehérje az nagyon lényeges, fontos. Azért szoktam sokat beszélni a kollagén termelésről a betegeimmel, mert nincs olyan szövetünk, ami ne kollagénbázra épülne rá. Tehát akár a csontszövet, a porcszövet, az izomzat, a bőr, ez mind egy kollagén alapvázra épül rá, és hogyha meggyengül a kollagén rendszer, akkor ezáltal meggyengülnek a csontjaink, a porc, stb. Tehát fontos a kollagén termelést támogatni. Sajnos korral, tehát olyan 30 év után, vagy 30 év környékén tetőzik a kollagén termelésünk, és utána már ez szépen lassan, de hanyatlik. Tehát nagyon fontos, hogy akár csonttörés, porc, károsodás, izomsérülés, vagy hogyha az esztétikáról beszélünk, akkor ráncoknál segítsük, támogassuk a kollagén termelést. Ebben nagy segítség az MD kollagén, tehát injekciós forma. Igen, hogyha valaki szájon átszedi, az is hatékony, de hát sokkal hatékonyabb, hogyha célzottan abba a szövetbe
juttatjuk be. Ugye a C-vitamin elengedhetetlen a kollagén termeléshez, tehát ezeket mindig át szoktuk beszélni. Ugye a mozgás is nagyon fontos a kollagén termeléshez, de azért ezekről mindig kicsit többet szoktam beszélni, hogy otthon mit tudunk tenni annak érdekében, hogy a fájdalom ne jöjjön vissza. Tehát az SMR-hengert is előszeretettel javaslom, gyógytornászokat is szoktam javasolni, otthoni tornát, tehát azért, tehát sokszor házi feladattal megy haza a paciens, tehát én segítek, de a betegnek a segítsége is szükséges. Szülőként a legrosszabb látni, hogyha a gyermekünknek fájdalma van, náluk is alkalmazhatóak ezek a módszerek, gyerekeket is fogad? Így van, tehát... tehát gyerekeknél nem az elsődleges a tűszúrás. Azért tanultam nagyon sokféle kötőszövet lazító masszát, ha hívjuk masszás technikának, és gyerekeknél erre is nagyon jól reagálnak. Tulajdonképp ott is a lényeg, hogy megértsük, hogy mi történt, az idegrendszer hogyan reagált, és miért jött létre a kóros fájdalom, de például náluk a tép, a lézer egy nagyon hatékony és nagyon jól támogatja, hogy megszűnjön a fájdalom. A kollagén kapcsán említett már egy esztétikai beavatkozást, ez pedig a másik szakterülete. Igen, a biolifting, ugye, ahogy említettem, szintén a kollagén termelésnek a serkentésén, segítésén keresztül. Ugye ez nem az a fajta esztétikai beavatkozás, amikor tehát teljesen eltüntetjük a ráncokat, tehát nem egy botox kezelés, ahol képtelenek vagyunk mosolyogni, hanem ez egy feszesítő eljárás, tehát abban segít, hogy a megereszkedett bőrt újra feszesebbé tegyük, tehát ezáltal az arc karakterisztikája nem fog megváltozni, tehát nem olyan, mint egy műtétnél, ahol kifeszítik a bőrt, hanem sokkal inkább egy frissítés lenne a cél, tehát mint az ember egy jól sikerült, hosszabb nyaralás után olyan kipihent, újra jó a bőr turgora, tehát helyreáll a bőr szövete, tehát ebben tud segíteni a biolifting. Milyen életmódbeli tanácsokat tudna adni arra vonatkozóan, hogy hogyan vigyázzunk a mozgásszervrendszerünkre? Ez nagyon jó kérdés. Ugye az európai ember, amikor testedzésre gondol, akkor mindig csak az erősítés jön szóba. De azt vegyük figyelembe, hogy a keleti mozgásművészetek azért vannak tele nyújtó gyakorlatokkal, mert amikor használom az izmaimat, akkor csomó izom hajlamos a megrövidülésre. Tehát csak példaként szoktam mondani, hogy a sok európai idős ember ugye ilyen kis hajlott hátú, meg ahogy így a botot fogja, a térde is, csípője is, minden egy picit megrövidült. Ezzel szemben egy keleti ember, aki napi szinten izomnyújtással karban tartja az izomzatát, annak nincsenek eleve mozgásszervi fájdalmai, mert ezt a megrövidülést ugye folyamatosan ellensúlyozza. Tehát én azt gondolom, és ezt minden betegnél szinte át szoktuk venni, hogy hogyan kell hatékonyan nyújtani az izmokat. Ugye ez egy türelemjáték, tehát itt az idegrendszertől kérünk engedélyt, hogy legyen olyan kedves ebből a vész állapotból, legyen olyan kedves, hogy állítsuk helyre. Tehát a karbantartás, az izom helyreállítás az nálam a nyújtást jelenti. Ugye az SMR hengerről, ahogy már egy fél mondatban említettem, ugye az is nagyon sokat tud segíteni abban, hogy lazítsa az izmainkat, helyreállítsa a szöveteknek a vér, a nyirok keringését, tehát a folyadék
keringést, mert tehát a fájdalom az általában szöveti feszülés, vagy valamilyen pangás, vérpangás. Hogyha belegondolunk, hogy ha valakinek egy érelzáródása van, az is milyen fájdalmat okoz. Na most ezt ugyanúgy kell elképzelni, csak egy picit kisebb ereknél, hogy az izomzat is, hogyha megrövidül, akkor egy pangás jön létre az izomzaton belül, és az az adott izom, ahogy próbáljuk erőltetni, mozgatni, az fájdalmat okoz, de ezt mondom, ezt masszázssal, nyújtással karban lehet tartani, és akkor hosszú távon javul az életminőség. Ön mit tart a legfontosabbnak az orvos-beteg kapcsolat során? Az oktatást. Tehát ha értjük egymást, tehát el tudom magyarázni, hogy mi történt, tehát legközelebb mit ne tegyen, vagy mit csináljon másként, és tehát amikor valaki megérti, hogy mi vezetett el ahhoz a tünethez vagy problémához, és hajlandó tenni ellene, akkor mindketten boldogan távozunk. Akinek felkeltette érdeklődését akár a fájdalomterápia, akár az esztétikai kezelés, hogyan léphet önnel kapcsolatba, mikor rendel itt a Dunaharaszti felnőtt orvosi rendelőben? Most októberben csütörtökönként 9-től 3-ig van rendelés, novembertől hétfőn is, és csütörtökön is 9-től 3-ig van rendelés. Van egy bejelentkezős telefonszám, az a 70 59 66 511, vagy hogyha valaki jobban szeret az interneten online foglalni, akkor a fájdalomterapia.bookedforus, tehát BOOKED, egy négyes, egy szimpla négyes, és egy .us, tehát ez a fájdalomterapia.bookedforus-on is ki tudja választani, hogy hol szeretné, mikor szeretné, milyen terápiát szeretne, és akkor várom szeretettel. Köszönjük szépen!